A Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa, a Landesrat, rendszeresen szervez regionális és országos fesztiválokat, melyeken a résztvevő csoportokat saját szempontrendszer szerint minősítik. A szervezet fennállásának 25 éves jubileumára csaknem 50 magyarországi német kulturális csoportot hívtak meg a Veszprém Arénába. Annál hitelesebb dolog nincs, mint hogyha maga az elnök is zenél, énekel vagy táncol. Az én nagy szerelmem a harmonika, most már több mint 40 éve rajtam van. Ez a vitamin, ez adja mindennapokban az erőt, az élet többi része pedig egy stratégiai játék, így aztán ezt a temperamentumot igyekszünk átörökíteni a Landesratban is. A Landesrat szervezet célja a német nemzetiség identitásának megőrzése, anyanyelvének, zenei örökségének ápolása, valamint kulturális és hitéleti hagyományainak tovább örökítése. 6 évvel ezelőtt is egy hasonló rendezvényt szerveztünk itt ebben az arénában, adnak a esetleges hibáit próbáltuk itt orvosolni, remélem, hogy sikerült. Hatalmas munka, és most, hogy túl vagyunk az első félidőn, merhetem mondani, hogy sikerült és megérte. A 25 éves jubileumi rendezvényen felléptek baranyai és Tolna megyei csoportok is. A gyermekcsoportok egy potpurit adnak elő, ez azt jelenti, hogy 5 csoportból lett egy nagy koreográfia összeállítva, és forgórendszerűen jöttek a színpadra a csoportok, és a végén az 5 táncsoport együtt adott egy közös produkciót. Arra kellett sokkal többet készülnünk, hiszen az nem a mi lépésünk volt, meg a végén lesz még egy finálé rész, ahol még egyszer fel fognak lépni, de mivel át kellett azért mégis egy kicsit alakítani, így nagyon, nagyon érdekes próbáink voltak. A jubileumi műsor szünetében sem állt meg a zene és a tánc. A Veszprém Aréna előterében fokozták a hangulatot a fellépők.